Itt állunk Budaörsnek az ütőerén a Szabadságúton. Körülbelül egy olyan 50 perccel ezelőtt ért véget Budaörs város önkormányzatának, önkormányzati és döntéshozó bizottságának az ülése, amelyen egy olyan döntés született, hogy a már az elfogadott városi költségvetésnek megfelelően megindul az útburkolat felújítása a Budapesti úton, mégpedig a Clementis utca, illetve a Kisfaludi utca közötti szakaszon. Erre már nagyon régóta várunk, hiszen tudjuk azt, hogy a múlt nyáron már egy másik szakasz, ugye a Felső Határút és Zaradi utca között ez a beruházás elkészült. Ennek a munkának az érdekessége, hogy Budaörs város önkormányzata úgy lehet mondani, közös koprodukcióval, az út tulajdonosával és kezelőjével, a Pest megyei közúttal karöltve közösen végzi el ezt a beruházást. Tehát azt lehet mondani, a kettőknek az együttműködésével fog ez a kivitelezés megvalósulni. Ugye mindig ilyenkor az érdekes kérdés, hogy mikor fognak kezdődni a munkálatok. Erre azt tudom mondani, hogy körülbelül július végén indulnak meg a munkálatok, és egy olyan másfél-két hétig fog tartani. Nyilván ezt majd rengeteg más körülmény is majd befolyásolja, de igyekszünk ezt minél hamarabb elvégezni. Tehát most már a kivitelező cégnek a kiválasztása megvolt, sikerült nagyon jó garanciális feltételeket biztosítani ahhoz, hogy ez az út nagyon jó minőségben és nagyon hosszan tudja Budaörs és az átmenő forgalomnak a céljait szolgálni.